Ismerik ezt a jelképet? Úgy hívják Luther rózsa. Eredetileg Luther Márton személyes jele volt, egy történet szerint a felesége hímezte neki meglepetésképpen. Luther ezzel hitelesítette leveleit, írásait és vitairatait. Talán kitalálták, ez a rózsa a fehérvári evangélikus templom előtt található. A székesfehérvári evangélikus templom a belváros régi és új részének határán áll, forgalmas helyen négy utca kereszteződésében. A modern, neoromán stílusú templomot Sándi Gyula tervei alapján építették 1930 és 1932 között. A fehérvári evangélikus gyülekezet 1867-ben vált önállóvá. Gyülekezeti házuk, istentiszteleti helyük az egykori vármegyeháza volt, amelynek udvarán gyülekezeti termet építettek. 1928. december 20-án a Városi Tanács úgy döntött, hogy a törvényház melletti ligetes részt az evangélikus gyülekezetnek ajándékozza, azzal a kikötéssel, hogy a templomépítési munkálatok 3 éven belül megkezdődjenek. Az országos szintű gyűjtésnek köszönhetően 1930. augusztus 16-án letették a templom alapkövét, és 1932. május 8-án megtartották az új templom avatását. A II. Világháborúban a templom súlyos károkat szenvedett. Elvesztette 2 kis tornyát, a torony egyik sarka ledőlt, a mennyezet benyomódott, az oltár mögötti falrészeken rések keletkeztek. A felújítás keretében 1947-ben új orgona készült, a templom teljes tatarozására pedig 1962 és 63 között került sor. A templom mellett található Schler Erzsébet által tervezett gyülekezeti házat 1995. október 8-án avatták fel. 2002-ben a templomon kicserélték a toronysisakot és felújították a templom torony belsejét. 2006-ban új orgonát kapott a templom, 2012-ben pedig a templom belsőt és az épület előtti teret újították fel. A toronyban található harangot 1939-ben öntötték Sopronban Luther Márton emlékére. Felirata Pál apostol korintusiakhoz írt 2. leveléből való, és így szól: elég néked az én kegyelmem.